A hónap műtárgya a Halság madárvilága a Kapuvári Múzeumban. A tárlat megtekinthető az intézmény nyitvatartás idejében. Május hónapban igazából nem kimondottan egy tárgyat állítottunk ki ide a múzeumba, hanem egy kisebb kiállítással várjuk a látogatókat. Igazából egy 12 egyedből álló egy kis mini madár kiállítással a Hanság madárvilágához, és kiemelném, hogy igazából ez a kisebb kiállítás szorosan kapcsolódik itt a múzeum állandó kiállításához is, hiszen aki ide érkezik, az először a folyosón végighaladva igazából Kapuvárnak, Hanságnak a természeti környezetét, csodáit, értékeit tekintheti meg. Amit tudni kell ezekről a madarakról, az az, hogy 1980-ban kerültek be a múzeum természettudományi gyűjteményébe egy osli embertől, Szajf Jánoshoz. Ő volt az igazából, aki ezeket a madarakat preparálta. Jancsi bácsi egy nagy természetszerető, természetkedvelő ember volt, aki nagyon jól ismerte az őt körülvevő Hanságot és az élővilágát is, és szenvedélyévé vált, hogy ezeket az élőlényeket, mert hiszen nem csak madarakat, hanem kisebb állatokat, illetve halakat is preparált, úgymond megörökítse az utókor számára, és szerette volna, hogyha egy kiállítás nyílik itt Kapuváron a Hanság élővilága címmel, de sajnos ez nem valósult meg. Tőle került be 135 madár ide a múzeum leltárába, amelyből sajnos ma már csak 37 darabot őrzünk, és ebből 12-t állítottunk ide ki, név szerint a csókát, a fekete gólyát, a barnakányát, a kanalas gémet, a rétisast, a nemes nagykócsagot, a pólingot, a bakcsót, a bölömbikát, a kontyos récét és a búbos vöcsököt. Kiállításunk szorosan kapcsolódik május hónapban ünnepelt madarak és fák napjához. Igazából ez az ünnep ez egy közel 100 éves múltra tekint vissza, tehát régebbi, mint maga a Föld napja, és ez ma is az óvodások és az iskolások körében is egy nagyon kedvelt ünnep, hiszen a madarak a természet szépségével szinte rabulejti a gyerekek fantáziáját, illetve ismeretvilágát is. Amit érdemes tudni, hogy Herman Otto közbenjárására az Országos Állatvédő Egyesület levelet intézett Gróf Aponyi Albert akkori vallási és közoktatásügyi miniszterhez, azzal kapcsolatban, hogy mind az elemi és mind pedig a népiskolákban a gyerekek egy kicsit közelebb kerüljenek a természethez, a hasznos madarakhoz, megismerjék ezek fészkelési, illetve szaporodási szokásaikat. 1906. április 27-én gróf Aponyi Albert köllevelet bocsátott ki, és a rendelet értelmében az iskolákban természetvédő és erkölcsnemesítő szellemben kell megemlékezni a madarak és fák napjáról. És ennek tekintetében szeretettel várjuk a múzeumban az óvodásokat és az iskolásokat egyaránt.